Weimarból Köthenbe. Alig ha lehetett volna élesebb a kontraszt. Szerény és unalmas városkába csöppent, hiszen a teljes Anhalt-Kötheni hercegségnek mindössze 10 000 mezőgazdaságból élő lakosa volt. Kicsi, nemrég alapított együttes várta, de tudta, hogy most nincs más választása, s ha voltak is kételjei, nem ért el foglalkozni velük. Minél hamarabb el akart szabadulni Weimarból, és páratlan lehetőségnek nézett elébe. Új gazdája Lipót herceg zenei képzettségénél és érdeklődésénél jobban nem is kívánhatott volna. Bach lett a hercegség egyik legbőkezűbben fizetett tisztviselője. A herceg válogatott hivatásosokból álló együttest bízott rá, olyant, amelynek tagjait néhány héttel korábban toborozták Berlinből, és amelynek képességei messze fölülmúlták a weimari zenekar tudását. Ez a költözés sokkal nagyobb feladatot jelentett, mint 9,5 évvel korábban Mühlhausenből Weimarba. Családja 6 tagúra nőtt, ezért Bach tágas lakosztályt bérelt a hercegi palota főkapuja melletti házban. Új gazdája Lipót 10 évesen került a hercegi trónra. Köthen különlegességnek számított Németországban, hiszen 1596-tól nem az általánosan elfogadott lutheránus hitet követte, hanem a cuius regio, eius reliquio elv, vagyis akié a terület, azé a vallás elv alapján, a kálvinizmus tette meg hivatalos államvallásnak, hiszen uralkodói reformátusok voltak. Lipót herceg a muzsika nagyszerű értője és pártfogója volt. Ő maga is hegedült, nem is rosszul, és szép basszus hangon énekelt. Mivel a szerény méretű államocska nem rendelkezett külpolitikával, ezért az ifjú herceg minden idejét zenei kedvelésének szentelhette. Bach hétről hétre próbákat tartatott, és még a legnevesebb virtuózoknak is együtt kellett próbálniuk az előadások előtt. A legfontosabb események, amikor is a zenekarnak évente biztosan fel kellett lépnie, Lipót herceg születésnapja és az új esztendő volt. De rendszeresek voltak az évközi zenei estélyek és egyéb bemutatók is. Mivel a puritán kálvini teológia nem engedett hangszerezenét a templomba, Bach ezekben az esztendőkben egyáltalán nem írt orgonaművet. A mester és családja lutheránus lévén nem vettek részt a palota templom református istentiszteletein, de Leopold Augustus Bach keresztelőjét ott tartották meg 1718-ban, mert a keresztapa, akiről az újszülött a nevét kapta, nem volt más, mint Lipót herceg. Ez is bizonyítja, hogy az uralkodó herceget és a karnagyot szoros barátság fűzte egymáshoz. A Bach házasság egyetlen, Köthenben született gyermeke azonban nem élte meg az első évet. 10 hónappal később temették el Köthenben. Bachnak ideális munkaadója és körülményei voltak. Ezekben az esztendőkben, 1719. júniusában próbált meg találkozni nagy német pályatársával, az akkora már Londonban világhírnévre szertevő Georg Friedrich Händelvel. Vajon a nagy Händel nem kerülte el mindenáron, hogy találkozzék Bachal, a komponálás és rögtönzés emeistenével, vagy hogy bármi köze legyen hozzá?
Handel háromszor jött át Angliából Németországba. Először 1719-ben, másodszor a 30-as években, harmadszor pedig 1752-ben. Az első alkalom idején Bach Köthenben volt karnagy, alig 20 mérföldre Handel akkori tartózkodási helyétől. Azonnal postakocsira ült, és oda sietett, de mire megérkezett, Handel már visszautazott Angliába. A második alkalommal Bach lázas beteg volt, s minthogy nem utazhatott, fiát küldte maga helyett, hogy hívja meg a nevében Handelt. De az azt a választ küldte vissza, hogy igen sajnálja, de nem áll módjában Bachot Lipcsében meglátogatni. A harmadik időpontban Bach már nem élt. Handel tehát úgy látszik nem volt annyira kíváncsi ember, mint Johann Sebastian Bach, aki fiatalként egyszer legalább 250 mérföldet gyalogolt, hogy hallhassa a híres lübecki orgonistát, Buxtehudét. Annál jobban fájlalta Bach, hogy nem ismerhette meg Handelt, ezt a valóban nagy férfiút, akit olyannyira tisztelt.